Sziasztok! Üdv mindenkinek! Én Robi vagyok, ez pedig itt a pmrradio.hu és egy érdekes kis szerkezetet szeretnénk nektek bemutatni. Ez egy autóindító akkumulátor segéd, egy bikázó, lítium ion aksi van benne és egy pici fél kilogrammos szerkezet. Én ezeket már elég régóta nézegettem, és kíváncsi voltam, hogy egy kitelepülős QRP-s rádiónál, mint mondjuk a 817, hogyan lehetne használni, és hogyan lehetne ezt hasznosítani. Hát most kipróbálunk egy ilyen szerkezetet. Tehát nézzük meg, hogy mit kapunk a csomagba. Kapunk egy, egy ilyen nagyon frankó tároló dobozt, egy ilyen cipzáros dobozt és kapunk hozzá egy használatutasítást, ez több nyelvű, ebben van magyar használatutasítás is, és nagyon jól összerakták a használati, tehát a gyakran feltett kérdésektől kezdve minden fontosabb infó benne van. És azt is megtudjuk belőle, hogy igazából 12 volton csak 3 ampert tud maga az eszköz, de a 12 voltos kimenetén 8 amperrel tudjuk terhelni. De nézzük, hogy mi van a csomagban, és majd utána megmutatom, hogy hogyan is működik. Tehát egy ilyen cipzáros kis pak, ezt így kinyitjuk. Itt vannak a kiegészítők, itt meg maga a hordozható áramforrás. A kivétele nem bonyolult, kivesszük a csomagból. És mi az, amit még kapunk hozzá? Ugye, mivel ez egy autóindító, egy akkumulátor rásegítés, ha lemerült az akkumulátorunk, kapunk hozzá egy ilyen indító eszközt is, amivel ugye az akkumulátorra tudjuk a két sarut rápattintani, ez pedig megy bele az áramforrásba. Kapunk még egy USB adaptert, amivel tudjuk tölteni magát az eszközt, az USB Micro USB ö, töltőcsatlakozón keresztül. Tehát a másik érdekessége, hogy ezt 5 voltról tudjuk tölteni, tehát így tudjuk tölteni az eszközt, és kaptunk hozzá egy fali adaptert, egy 1 amperes fali adaptert, amivel a gyári adatok szerint 13 óra alatt töltődik föl. Tehát 1 ampert vesz fel, 12 amperes maga a benne lévő akkumulátor, és így kiszámolva kijön ez a töltési idő. Plusz kaptunk a 12 voltos DC kimenethez egy ilyen szivargyújtó adapter részt is, tehát bármilyen gyújtós kis eszközt bele tudunk dugni, hogy a maximum 8 amperrel terhelhetjük, van 3 amperünk, úgyhogy ezzel kell gazdálkodni. Tehát egy komplet kis szerkezet, és fél kiló az egész, tehát nincsen nagy ö, súlya. De itt megint ö, bejön az, én ugye raktam ki róla képeket Facebookra, és elég sokan kommentelték, hogy hát drága, meg hát csak 3 amper. de De tényleg de össze van rakva, és USB-ről lehet tölteni. És ezzel a három amperrel azért el lehet dolgozgatni, mert én teszteltem magát az eszközt, és 6 órán keresztül tudott működni a 817-es rádióval. Tehát ezzel a készülékkel 6 órán keresztül tudott működni vételben amiben volt egy 30 perc adás is 5 watttal. Ez azért nem rossz. Én ahogy kalkulálgattam és számolgattam, én arra jutottam, hogy körülbelül 2 óra folyamatos adást tudnék ezzel a három amperrel e, legyűrni. És ez kitelepülésnél azért nem rossz. Tehát két óra cipekedés a fél kilóval azért, azért az jó. Ami hátrányát észrevettem, hogy töltés közben USB-ről nem lehet magát, az eszközt üzemeltetni, vagyis nem tudok áramot levenni róla, hogyha töltöm. Tehát vagy töltöm, vagy leveszek róla áramot, és használok róla egy másik eszközt, úgyhogy ez egy hátrány. Viszont van rajt lámpa, ugye tudunk autót bikázni róla, és van rajt két USB port is, egy 1 amperes és egy 2 amperes. De nézzük meg, hogy hogyan működik róla a rádió, amihez igazából én szerettem volna ezt, ezt használni. Tehát, mint látjátok, 13,5 volt. Én ezt úgy vettem észre, hogy 13,1 volt. Amikor elkezd egy picit merülni maga az akkumulátor, tehát beterheljük, egy bizonyos pont után 13,12 voltnál megáll, és ott, és ott maradt a sokáig. Én zavart nem veszek észre a a vételben, így, hogy egy belső, tehát belső antennán, tehát hogy itt van maga az antenna a, az eszköz körül, Tehát gyönyörű, szépen működik. Hát a katolikus rádióval meg biztos, hogy működni fog és nincsen zavar, mivel az adó az itt van tőlünk, körülbelül egy 15 méterre fönn a tetőn. Jelen pillanatban ennyi a teszt, és igazából ezt akartam most így gyorsan megmutatni. Ha marad az eszköz nálam, akkor kitelepülésnél majd még tesztelgetjük. De tehát a, egy összefoglaló, maga a szerkezet az, az így néz ki, és ekkora. Alig nagyobb, mint a 817-es, és maga a súlya az, hogy csak fél kilogramm, az, 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 az meglepő és kecsegtető. Tehát nem egy nehéz zselés akkumulátort, egy ólom akkumulátort kell cipelnünk, és nem kell összeépíteni, nem kell barkácsolni, USB 5 voltról fel tudjuk tölteni, Gyárilag elvileg egy ampert venne föl töltésre, és ezt 13 órán keresztül töltene, de én mm, 7 órán keresztül tudtam tölteni, és a, a Power doktor azt írta ki, hogy, hogy 1,7-1,8 ampert vesz fel maga az eszköz. Tehát összességében ugye ezt eredetileg a, az autóindításra találták ki, és tény és való, hogy az, a 12 volton a 3 amper az, az kevéskének tűnik, de egy ilyen rádióval egy két órás adás, és mellette azért egy, egy két-három óra fülelés, az, az bőven elég erre, és nem kell egy nagy eszközt cipelnünk magunkkal. Természetesen ennél a 20 ezer forintos árnál vannak olcsóbbak is, viszont ha az nézzük, hogyha a lidl sikerül ilyet vennünk, ez ugye három év garanciás, tehát azért egy darabig biztos, hogy jó lehet az eszköz. Biztos, hogy az épített az nagyobb teljesítményű. Sokkal több boromot okoz az, hogy összeraktunk egy szerkezetet, de én itt most elég sok mindent vettem figyelembe. Pici legyen, könnyű legyen, ne kelljen barkácsolni, azonnal ott van USB-ről tölthető, és bárkinek odaadható tudja kezelni, nem lógnak bőle tyúkbelek. Tehát én azt mondom, hogy ez jó. És arra, arra a 3-4 órára, amíg kimegy az ember, egy két órás beszélgetésre egy ilyen 5 wattos 8-17-tel, arra bőven untig elég. É. Hajrá! Érdemes esetleg próbálgatni ezeket az eszközöket. Tény és való ezekből van nagyobb is és van kisebb is, de én legalább most kipróbáltam és, és azt mondom, hogy jó. Azt viszont sajnálom, hogy nem lehet mm, töltés közben használni és levenni róla, a áramot. A napelemmel baromi jó lett volna, de majd talán egy következőnél. Én voltam egy Robi, pmlradio.hu, ez pedig egy kis ilyen powerbox teszt volt. Sziasztok! Ha tetszett a videós tartalom, kérlek nyomj egy lájkot, esetleg támogass egy megosztással, elérsz a Facebookon is, és hogyha a rádiót, kiegészítőt szeretnél, vagy egyéb hasonló terméket, kérj nyugodtan segítséget, támogatást a pmlradio.hu-n. Őd neked, egy Robi, sziasztok!